Sziasztok! Az a helyzet, hogy eljöttünk ide az Agomotorsnak a fékpadjára, mert éppen most tolad be Talmácsi Gabi az új BMW-jével, 2020-as S1000RR-rel, és az apropója ennek a kis bejelentkezésnek, hogy szeretném megnézni, hogy Talma mivel motorozik, milyen alkatrészeket tesz fel a motorjára, milyen kiegészítők vannak rajta, és nem titkolt célunk az, hogy megismerjük ugye itt a fékpadon, azért mert fölkerült rá egy SC projekt kipufogó, és kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan működik a gyári kipufogó helyett egy SC. Na, mindjárt kipakolunk innen a buszból, és aztán fölrakjuk ide a padra, és akkor Gábor elmondja, mint hogy mi az, amiket ő változtatott a motorján. Bekerült a fékpadra a motor, lekötöttük, Gábor ott gubbaszt a sarokba, mert ő is már nagyon kíváncsi az eredményre. Ágó mindjárt elindítja a gépet, és elkezdünk mérni. Többféle variációs lehetőség lesz, mert az van, azt most tudtuk meg az Ágótól, hogyha slickgumi van fönt a motoron, akkor előfordulhat olyasmi, hogy 5-10 lóerővesztés a végteljesítményen, pont azért, mert ahogy a gumi sokkal jobban tapad, nem úgy tekeri ezt a hatalmas görgőt, ami itt van a gépben, hanem van egy picike kis csillapítás, és az pont elég neki, hogy 5-10 lóerővel kevesebbet mérjem. Tehát mindig akkor lesz a legjobb a mérés, hogyha utcai gumival hozzátok ide Ágóhoz a motort, akkor lesz a legerősebb. Igazából nem releváns a történet, mert hogyha pályára mész, akkor úgyis slick gumival fogsz fölmenni, vagy valami jobban tapadó gumival. A mérésnél viszont ez most itt számítani fog nekünk, de hát ugyanezzel a gumival fogjuk mérni. Vagy a SC projekt kipufogóval beletesszük a DB killert, azzal is megmérjük, és visszatesszük rá majd a gyári kipufogót is, azzal is meg fogjuk mérni, mert kíváncsiak vagyunk, hogy mennyit dob rá ez az SC projekt kipufogó. A DB killer visszakerült a kipufogóba, és azzal együtt is megmérjük, hogy mekkora a veszteség így. Amint látjátok, közben új helyszínre kerültünk. Ez azért történt, mert abban a GoPro kamerában sajnos megsérült a fáj. Úgyhogy Gabinak a motorja most itt van a Lotus Cleaning-nek a bemutató termében, és hát a műhelyében. Tehát innen folytatjuk most a történetet. Az maradt le a felvételről, hogy milyen változtatások vannak a Gábor motorján. Légy szíves, Gábor, meséld el, hogy mi az, ami a legfontosabb szerinted, amivel érdemes kezdeni egy ilyen pályamotornak az átalakítását. Most azért eléggé elmondom a titkaimat. Jó. Habár nagy titkai nincsenek, mert olyan szemben azt gondolják nagyon sokan, hogy egy utcai sportmotort nagyon át kell alakítani ahhoz, hogy mondjuk rettenetesen gyorsan menj a pályán. De ez nem így van. Nem. Én tudom, hogy ez nem így van, főleg fejbe dőlnek el ezek a másodpercek egyébként, de nyilván kell a motoron is egy olyan minimális átalakítás, amivel azért te is már jobban tudsz menni, mint a szériával. Igen. Én azt tudom elmondani, hogy én mit szoktam változtatni a motoron, és én azt gondolom, ahhoz, hogy gyorsan tudjunk menni, és ugye főleg kezdő motorosoknál, hogy leérjen a térdünk, nagy magyar tempót tudjuk menni, agresszíven tudjuk kezelni a féket, a gázkart, ugye gyorsan ki tudjuk mozdítani a motort az egyensúlyából, ahhoz tapadás kell. Tehát az első és a legfontosabb, nem csak a közúton, mert a közúton is nagyon-nagyon fontos a gumi, de a versenypályán még fontosabb. Úgyhogy az első és legfontosabb, hogy beszoktam cserélni az én motorkerékpáromon, az a gumiablon is. Mutassuk meg, légy szív, hogy néz ki egy ilyen gumi, vagy meg mi az, amit te használsz. Igen, egy picit, hozom közelebb a kamerát. Igen, egy picit itt megbontottam, mert ez egy Bridgestone V02 slick gumi, ami kereskedelmi forgalomba kapható.
A japánok arra nagyon figyelnek, ugye, hogy amikor szállítjuk a gumit, hogy ne legyen gumiszag, ők becsomagolják, az így nagyon kellemesen lehet bárhol tárolni, tehát nincs semmilyen kellemetlen szaga. Igazából ez a V02-es, ez egy soft gumi. Egyre több keveréket lehet már kapni. Én általában ezt a softot használom, ez inkább soft medium. Igazából az én kapcsolatom az ezzel a gumival, hogy 2018-ban a Brunoi RR napokon, a BMW RR napokon az ottani kereskedőtől kaptam egy tesztre egy ilyen gumit, pontosan ugyanilyen. És már az első körben azt éreztem, hogy nagyon-nagyon jól tapad a gumi, és jó a visszajelzései. És hát több ilyen gumi van a piacon, aminek hasonló tulajdonságai vannak, de ami a legjobban lenyűgözött, az az, hogy mennyire tartós. Mert ugye általában ezek a slick gumik, hogyha egy gyors versenyző megy, akkor 20 kör, 30 kör, aztán gondolkodunk, hogy már nincs olyan tapadás, le kell cserélni. Sokkal hosszabb az élettartama ezeknek a guminak, ezért megtetszett, és azóta lényegében én ezt használom, aztán közben még támogatóm is lett, de ez már újabb történet. Figyelj, mennyit áruljál létszeres erről a Bridgestone gumiról, hogy ezzel te hány kört szoktál menni? Igazából általában egy motoros pályanap ugye az fel van osztva, tehát kezdők, gyorsak, profik, általában leggyorsabbak között szoktam menni. És ugye egy nap van bemenet 6x20 perc, vagy 6x30 perc, attól függ, hogy melyik szervező az, aki azt a pályanapot szervezi. És nagyon gyorsan olyan 6 bemenetet szoktam menni egy ilyen gumival, 5-6, annyit nagyon gyorsan lehet vele menni. De hogyha közben oktatok és adok tanácsot, vagy próbálgatom dolgokat, és nem annyira terhelem a gumit, akkor akár két pályanapot is el tudok menni egy ilyen gornikúrával. És egy-egy ilyen bemenet alkalmával te hány kör szoktál menni? Ilyen 10-15 kör? Vagy? Körülbelül a 10, az egy átlagos, attól függ, milyen hosszú a pálya. Tehát akkor ilyen 50-60 kört simán kibír a gumi versenytempóban is, vagy hát olyan tempóban, amivel te gyorsan mész. Igen, azt kell mondjam, hogy mondjuk egy dupla versenytávot. Egy MotoGP dupla versenytávot, ugye a nemzetközi szabályok mások, tehát hogy egy alpokadrillal sokkal kevesebb, mint egy MotoGP fele annyi kört mennek. Vagy sőt, lehetnél annál is kevesebbet. Hát, hogy emlékszem, hogy ilyen 14-15 kört mentünk maximum a Hungaroringen. Egy MotoGP az biztos, hogy duplája, igen. Tehát az minimum ugye 110 km-re futtam ott. 108-110. Tehát igazából ugye a pályamotorozás alapvetően az nem csak a profiknak, hanem ugye ha a közúti forgalomban is látjuk azokat a motorosokat, akik egy picit szeretnék kihúzni, adrenalint szeretnének égetni, akkor általában létesítménybe teszik meg. Egy versenypályán, ahol nem jön szembe az autó, nincs olaj a pályán, nincsenek különböző veszélyforrások. Egyre több pályamotoros van, és egyre jobban látjuk, hogy azok a régi sportmotorosok, akik utcán őrültködtek, azok inkább bemennek biztonságos körülmények közé, fölveszik a légzsákos bőrruhát, és szervezett keretek között próbálják magukat maximumra pörgetni, mert ez egy nagyon jó érzés. Már egy kicsit hadd kapcsolódjak vissza, majd ezt a légzsákos ruhát is légy szíves mutass be, hogy mi a helyzet ezzel, mert látom, hogy itt van egy ilyen kis kapocs, ez a patent, ez az, ami aktiválja a légzsákot? Így van, ez az, ami aktiválja a légzsákot. És akkor ezt, hogyha leveszed, akkor összeír, akkor onnantól kezdve. Igen, ezt be is tudom mutatni, már nem azt, hogy amikor úgy működik, hogy feldurran, hanem azt, hogy amikor bekapcsol, akkor lényegében itt elindul. Igen, el villogni, és amikor GPS jelet talál, akkor ez folyamatosan kéken világít, onnantól kezdve aktív a légzsák benne. De ugye évről évre egyre magasabbak a követelmények a versenysportban, és hát nem csak az a követelmény, hanem az is, hogy az utcai közlekedésben is hány olyan terméket látunk már, hogy mellény, légzsák, különböző kényelmes protektorok. Mert szerintem a motorozásnál legyen az bármilyen, tehát legyen az off-road, on-road, verseny, közút vagy bármi, a legfontosabb az, hogy biztonságban legyünk és kényelemben. A kényelem nagyon fontos, mert folyamatosan egyensúlyozunk, nem egy autóban ülünk, ahol négy kerék van. Még azt mondd el, ha kényelmi. Én egyébként azt szoktam mondani nagyon sok vásárlónak a motorosboltban, hogy egyrészes bőrruhát vegyenek, ugye az a legkényelmesebb, abban lehet a legjobban mozogni, és mindenki azt hiszi, hogy az egyrészes bőrruha az kényelmetlen. Nem. Szerintem motorozni abban a legeslegjobb, az a legkényelmesebb, mert pont úgy van szabva, úgy tudsz benne mozogni, hogy egyáltalán semmi nem zavar. Amíg ez egy kétrészes bőrruháról azért nem mondható el, mondjuk rajta sok nem volt ilyen szerintem. Nem tudom véleményezni kétrészes bőrruhát, mindenkinek önálló igényei vannak. Én általában ugye azért használom az egyrészes ruhát, mert nagyon sokat motorozok. Tehát én vagy városban motorozom, robogóval, jó, de akkor te is utcai ilyen... Akkor utcai, így van. Vagy pedig versenypályán, tehát túrázni nem szoktam járni, abban nincs tapasztalatom, hogy a kétrészes ruha milyen.
De szerintem legyen egy vagy két részes, az nagyon fontos, hogy ne szorítson sehol a ruha. Tehát, hogy mindig komfortosan érezzük magunkat, mert hogyha valami esetleg gátol a mozgásban, gátol a koncentrációban, akkor nem tudjuk olyan jó, könnyedén uralni a motorunkat. Jó, ebben egyetértünk. Én ezt egyébként az egyrészesben érzem, a kétrészesben már nem, ott már mindig valami más, hogy mozog, vagy nem úgy mozog, ahogy megszoktam az egyrészesben. Na jó, van, térjünk vissza végül is ide a motorra, mert azért jöttünk, hogy ezt mutass be, légy szíves. Tehát az első és a legfontosabb változás az ugye a gumi. Tehát akkor, hogyha gumit kicserélted, akkor utána mi a következő, amit te is megcsináltál a motorodon? Utána kell venni egy nagy levegőt, jó sokat motorozni, és akkor rájövünk arra, hogy mi az a következő gyenge pontja az adott márkának, vagy adott típusnak, akkor lehet gondolkodni, hogy hogyan tovább. Én a második legfontosabbat azt, hogy ne csúszkáljunk a motoron, én a tankpadot és az ülést szoktam javasolni. Ezekben lehet találni az interneten különböző márkákat, én a részt fel vagyok kapcsolatban, ők gyártanak minden típushoz különböző ilyen üléseket. Ugye úgy kell ezt talán elképzelni, hogy az utcai motorozásnál megállunk a lámpánál, fontos, hogy legyen egy kicsi csúszás az ülésnek, tudjunk pozícionálni, le tudjunk róla szállni. Hát de a versenysportban ugye nagyon fontos, hogy tapadjunk a motorhoz, hogy ne kelljen erőből tartani magunkat. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, de ez egy személyes tapasztalat, a tangrip és az ülés. És a harmadik pedig általában ugye az utcai fék betétek általában nem arra vannak tervezve, hogy bírják a hőt. Úgyhogy én a fékolajat és a fékbetétet szoktam kicserélni. Ebben egy Racing Carbon Brembo fékbetét van. És ez már csak finomság, hogy itt a főfék munkahenger és egy más, mint a gyári. Igazából... Ha jól látom, ez egy 19-es Corsa Corta, tehát ez a legeslegújabb Brembo. Ez a legeslegújabb Brembo. Ez egy fontos alkatrész, de nem a legfontosabb. Sokkal fontosabb a betét. A tavalyi motorodon még szélesebb féktárcsák, és hát vastagabb anyagú féktárcsa is volt, ugye azért azt szolgálja, hogy nem melegszik annyira föl a féktárcsa. Igen, tehát ami probléma, hogy a fék alapvetően az utcai sportmotorokon jó, de ha nagyon terhel egy pályán, ahol nincs ideje hűlni, akkor általában a fékkar, a fék nyomáspont beljebb jöhet, sőt, akár teljesen bejöhet úgy, hogy hozzáér a kormányhoz, és az baleset veszélyes lehet. Ezért használunk vastagabb féktárcsát, legalább fél milliméterrel vastagabbat, és olyat, ami úgy van szegecselve, hogy van egy pici lógása, tehát ilyen floating tárcsa, az azért van, hogy még jobban fel tudjon szabadulni ugyan a fékbetét. Tudom, az egy picit így mozog a tárcs, és szétpofozza a betéteket pont annyira. Szétpofozza a betéteket, és jobb a hőbírása. Ezek ilyen pici finomságok. Ezen a motoron még nincs, mert a Covid vírus miatt a rendelések nagyon sokat csúsznak, és majd fog érkezni rá az a tárcsa, de így is lehet nagyon jól vele menni. Egyébként még itt visszacsatolnék erre a féknek a fontosságára, hogy láttátok az osztrák MotoGP futamon is, hogy Binyán lesz mekkorát esett pont azért, mert túlmelegedett a féke, és neki annyira túlmelegedett, hogy le is kellett szálljon a motorról az egyenásban, mert egyszerűen megszűnt a fékhatás. Na, de térjünk vissza erre a motorra. Igen, hát Vinyán lesznél ugye mégis úgy szűnt meg az fékhatás, hogy már előtte problémái voltak, tehát ő azért készült arra, hogy ebből gond lehet, de nagyon szépen megoldotta azt, hogy leugrott a motorról. Leugrottál volna? Hát igazából nincs más esély ilyenkor. Tehát ha valószínűleg, hogy ott neki ezred másodperc alatt eldöntötte, hogyha fék probléma van egy ilyen kanyarban, mint az első kanyar a Red Bull ringen, akkor ott le kell ugrani, mert ha nem ugrik le, akkor belemegy a korlátba, akkor nagyon súlyos következményei lehettek volna. Jó. De észnél volt, az mindenképpen segítette azt a leugrást, hogy előtte már voltak problémák a fékkel, és fel tudott rá készülni. Tehát nem úgy volt, hogy nekem egy régebbi futamon, hogy kiesett a fékbetétem, mert egy szerelési hiba miatt történt egyszer ilyen még nagyon régen, és semmilyen előjele nem volt, csak annyi, hogy rányomtam a fékre, még kettőt pumpáltam, és éreztem, hogy ez nem fog megállni. Tehát az egy sokkal későbbi reakció. De visszatérve még a motorra, beszéltünk a komfortról. Hát ugye a gyári lábtartószettek azok nem állíthatók, és nekem van egy állítható lábtartószett ezen a motoron. Lényegében ezzel sokkal magasabbra, tehát nem ér le kanyarba, sokkal magasabbra lehet pozícionálni a lábtartót. Előre, hátra, föl, le. Tehát nekem most a legelő van, hogy egy pici a termetem, egy alacsony ember vagyok, 164 centi. Tehát nekem teljesen fönn van maximum, ez az Extreme Components
lábtartószett is teljesen elől, így jobban tudom terhelni a lábtartót, és jobban tudom irányítani a motort. Gábor, ha már ilyen szépen lepucoltad a műszerfalat, akkor légy szíves, mutasd már meg még a beállításokat, mert azt elfelejtettük eddig megmutatni, hogy milyen beállításokat használsz te, mert ugye a BMW már mindent lehet állítani innen a műszerfalról. Hát igazából ugye beszéltünk a pályamotorozás egyszerűségéről, már hogy én próbálom legegyszerűbb megoldani, hogy legnagyobb élményt okozzon és legkisebb költségbe kerüljön. Beszéltünk a gumikról, hogy azért fontos, hogy jól tapadjon, de hosszú távon elmenjen. Beszéltünk arról, hogy azért nem kell sok mindent alakítani. És hogy itt a BMW-nek a menürendszerébe, hogyha bemegyünk, akkor láthatjuk, hogy a mód segítségével különböző módokat lehet. Race mód, Race Pro 1, Race Pro 2, Race Pro 3, és ugye vannak az utcai módok, de azokat most hagyjuk, most a versenypályán vagyunk. Ehhez külön meg kell venni valami csomagot a BMW-nél? Nem. Nem? Nem, ez már alapból tudja, alapból tudja. A réginél kellett valami igen, kellett egy ilyen plusz chipet belerakni. Lényegében, ha belemegyünk a menübe, akkor ugye ezzel a scroll-lal, amit lehet jobbra-balra és tekerni, akkor különböző menüket láthatunk. Ilyen például a saját járművünk, ahol ugye megmutatja, hogy mennyi benzin van benne. Hát igen, lapos, mert hogy utcán más nyomásra megyünk, mint versenypályán, ugye versenypályán melegen. De ennyire kicsi nyomással kell menned? Ez normális, hogy hidegen ennyi a guminyomásod? Hát hidegen még akár lejjebb is mehet. Igazából a hátsó gumi szokott nekem melegen lenni 1-5, az olyan 90 fokra minimum felfűtve, elő pedig 2-2. És utána meg szoktuk mérni, amikor bejövök forró gumi, ugye a terhelés után, hogy hogyan változik. Na de most ennek az elejében nagyon kevés van, nézd, 1,4. 1,4, az nagyon kevés. Aha. Igen. Ugye elő nagyobb nyomással vagyunk, mint hátul. Ugye itt vannak a különböző műszerfalak, ami nem az utcai, hanem a race mód. Hát kinek mi tetszik. Eléggé letisztult, lehet látni a köridőket. A legjobb a BMW-nek a műszerfal, aztán én imádom az összes motorhoz. Itt ez egy kicsit futurisztikus űrhajós, de is nagyon szoktam ezt is használni. De nézzük meg a beállításokat, ugye itt hát a navigációra nincs szükség, zenét nem hallgatunk, a telefon nem szoktam összekötni vele. Itt vannak a beállítások, és ha belemegyünk a settingsbe, akkor a race-re ki van pipálva, és egy ilyen mozdulattal lejövünk, hogy configuration, és itt vannak a Race Pro konfigurációk, ugye mutattam az előbb, hogy a Race 1, Race 2, Race Pro 1, Race Pro 2, Race Pro 3 beállítások vannak, és ezt külön lehet konfigurálni. Ami azt jelenti, hogy a különböző gomnyomásokkal lehet változtatni a programokon, és ha mondjuk a Race Pro 1-be beprogramozok egy beállítást, akkor menet közben akár ki tudom próbálni a Race Pro 2-t, egy hosszú egyenesbe át lehet váltani, vagy a Race Pro 3-at, tehát nem kell hozzá megállni. De hogy mit is jelent ez? Hát akkor menjünk beljebb. Ugye az első a motorblokk, annak van különböző térképe. A második az engine brake, tehát a motorfék, ami nagyon-nagyon fontos. Minél nagyobb a motorfék, annál könnyebben kanyarodik a motor egy bizonyos szintig. Ha meg túl nagy, akkor meg blokkolhat a hátsó kerék. De nagyon jó az, hogy ennél lehet ezt állítani, mert a régebbi modellé nem lehetett, és pont ezt kívántam még, hogy de jó lenne, hogy kicsit nagyobb lenne a motorfék, és jobban fordulna. De akkor azt mondjuk el, hogy az miért jó egyébként, ha tudsz állítani ezzel a motorféken, ugye, mert sokkal stabilabb lesz tőle a kanyar bemeneten a motor. Hát igazából ugye van egy olyan motorfék, aminek van egy fékező hatása, és hogy a hátsó keréken is ébrednek olyan erők, meg plusz tapadás, ami miatt egy gyengébb motorfékkel, hogy szabadon futna a gép, mint egy kétütemű motor, hogy akkor sokkal nehezebb bekanyarodni, még egy négyüteművel, aminek van motorféke, sokkal jobban zárja a kanyart. Tehát lényegében ez, de nem feltétlenül minden kanyarba. Tehát hogyha nézzünk egy erős féktávot, egy visszafordító kanyart, ahol a motor hátulja levegőben van, akkor is más az a hatás. Egy hosszú kanyarnál, amikor csak el kell engedni a gát, és nem kell fékezni, ott is más. Ez egyéni, a lényeg az, hogy van ebben lehetőség, és hogy 2020-ban már ott tartunk, hogy ezt egy normál felhasználó is tudja állítani, azért ez egy jelentős technológiai fejlődés. Ezt meg is kell érezni. A motorféknél nincs sok, három különböző program van, de beljebb megy, meg tudom neked mutatni. És azért ott itt van az engine brake, brake effect of engine, és akkor itt lehet látni, hogy medium brake effect of engine, maximum brake effect, és ugye van a minimum. Aha. És kikapcsolni nem is lehet. Azért ezek között elég nagy a különbség, és utcán is, hogyha elveszed a gázt, akkor rögtön érzed, hogy fog a motor hátulja, vagy pedig szabadon fut, tehát lényegében erről van szó.
Visszatérve itt a menüben, ugye van a traction control, itt is különböző térképek vannak, race performance, high performance, ez a dinamikus control, ugye ez a road, az utcai használat, és ez pedig, hogyha vizes körülmények között mész. Igen, hát nekem természetesen a maximum van. De ezen kívül még ugye a traction control-t még pluszban, minuszban lehet pluszban állítani. Még abba, hadd kérdezzek meg bele, hogyha kopik a gumi, akkor közben állítasz menet közben a traction control-on, vagy hagyod azt, hogy minél jobban belesz, hogy nyilván, hogyha kopik a gumi, akkor egyre többet szól bele a traction control, vagy ezt menet közben azért tudod csökkenteni ezt a beleszólást? Igazából amilyen gumikon én megyek, ott maximum a DTC-n egyet vagy kettőt szoktam állítani, de ugye az új gumi és ívek és a használt gumi és ívek azok egy picit változnak, tehát más távolságokat mész, más szögbe áll a motor. Ez egy érzékeny téma, most nem mennék bele, de van egy pici, amikor azt érzem, hogy kell, hogy hozzányúljak ehhez a gombhoz, és akkor vegyek vissza, vagy gyakran még a kipörgésgátlóra. Ezzel tudod akkor állítani. Így van, alapvetően a finom hangolása az ez. De én itt igazából a mínusz 2-es és a mínusz 3-as tudtam használni, és sem titok a BMW-nél. Hogyha most bármilyen kezdő fölül erre a motor, akkor valószínűleg plusz 3-ra beraknám, és akkor azon talán nem is lehet elesni. Tehát, hogy hiába húzod be gázt, akkor inkább letilt a motor, tehát nem fog menni. De én nekem ez a mínusz 2, mínusz 3, ez jól működik. Ugye van benne a wheelie control, ami az, hogy ne egy kerekezzen a motor. Itt is vannak különböző háromféleképpen lehet változtatni. Ugye az ABS nekem off, tehát ez nem kérdés, és akkor itt vannak a futómű. Próbáltad az ABS-t, próbáltad a verseny ABS-t rajta, hogy az milyen? Próbáltam, bizonyos, hogyha nagyon nagy a tapadás, akkor ugye az ABS igazából nem nagyon szól bele, de hogyha valaki azt mondja, hogy hú, nagy ABS-szel, tehát a legmagasabb fokozaton gyorsabban lehet menni, az nem igaz, mert ugye a fékhatásban az ABS-ben akkor hosszabb lesz a fék, sőt, még a futómű is egészen másképp fog terhelődni. Tehát nekem ABS az off-on van, és akkor még van az elektronikus futóműbeállítás, ez a DDC, ugye az első gátlón tudjuk állítani ugye a dampinget, ez most nekem 8-ason van, a hátsó gátlón pedig a kirúgózás meg a berúgózást. Igen, is. A kompressziót és a reboundot. A rúgóerőket azt manuálisan lehet állítani, nekem elől ilyen 3 és 8 mm között, attól függ melyik pályán szoktam menni. És a hátul nagyon érdekes, hogy az utcai, ahogy kijött a motorkerékpár, ahhoz képest talán még egy fél milliméterrel puhább rúgóerőt is állítottam most a Hungaroringen. De alapvetően ahhoz nem nyúltam hozzá, tehát azt mondom, hogy az én súlyomhoz az rendben volt. Úgyhogy ebben el lehet mélyülni, de itt sincs nagyon nagy változtatás. Leginkább amivel szoktam játszani, ez a motorfék és a kipörgésgátló. A többi az lényegében a konfigurációban és a wheeling control, azt még nem próbáltam, ha off-on van, az milyen, az még egy következő teszt. Az ilyen? Mit? Ilyen hanyatvágós. Hát igazából nem hanyatvágós, de lehet, hogy ugye elemelkedik a motor eleje, akkor te elveszed a gázt, az egy nagyobb időveszteség. De ugye az új motor, ami most jön, az MS, ott pedig már ott vannak a winglets, a szárnyak, és az bizonyára fog abban segíteni, hogy tudjuk használni a motort, hogy teljes power-en. Figyelj Gábor, mert a végére akkor hadd kérdezzem meg, hogy szoktam én is tartani ilyen tesztmotor tréningeket, és ha van kedved, akkor szívesen látunk egy ilyen, ahol a ott lévő tanulóimnak elmagyarázod ezeket, hogyha van kedved, akkor gyere el, és akkor egyszer csináltunk egy közös tréninget is. Persze, hogyha ilyen nagyobb pályára mentek, vagy Euroring, vagy... Hát kakucson szoktam csinálni, de ha szeretnél, csináltunk Euroringen is. Akkor persze, egyszer szívesen elmegyek. Figyeljetek. Reméljük, hogy ebben a hónapban, most októberben még jó időnk lesz, és hát sokat lehet motorozni, de valószínűleg ez jövőre lesz, igen, én is azt gondolom. Úgyhogy jövőre szervezünk valami tréninget nektek Talmába. Úgyhogy Gábor, köszönöm szépen, még a maradék pályánapokra jó motorozás neked. Köszönöm. Úgyhogy elköszönök. Ciao. Sziasztok.